ezen a héten a Virág utcának a faápolási munkái kezdődnek el. Ezt most több szakaszban végezzük, ugye sok kereszt utca van, amivel meg tudjuk oldani két kereszt utca közötti lezárásokat. És ezen a szakaszon, ami a 48-as ifjúság útjától a Vöröstelek utcáig tart, itt ennek a háta mögött lévő idős diófának az ápoló meccése történik meg. A ápolók fölmentek a koronába, és gyakorlatilag egy nagy elkorhadt taprós vázákban, úgyhogy azt bontják vissza. Ezt most jelen pillanatban egy helyi korlátozással tudják megoldani. A Németh István felé, fasor felé való szakaszoknál már nagyobb lezárások várhatók. Itt feltehetően azért, hogy mivel mindkét oldalon vannak nagyméretű idős fák, és kivágások is lesznek, meg ápolómetszések, itt teljes útlezárás lesz mindkét végén. Mentőket, tűzoltókat, buszokat át fogják engedni, a gyalogos közlekedés viszont csak korlátozottan a helyi forgalomirányítók engedik át. Igazából megköszönnénk, hogyha a lakosság elkerülni, amennyire csak tudja ezt a szakaszt. Ha minden jól megy, akkor péntekig bezáróan elkészülnek ezekkel a munkákkal, de még a zöld hulladék elszárítás miatt feltétlenül a hétfői napon is lesznek fennakadások. A Németh István fasor és a Vöröstelek utca közötti szakaszon nagyobb platánok is vannak, ezeknek az ápolók főként a kollégium felüli oldalon, tehát ezeknek az ápoló meccése fog megtörténni. És vannak ezüst juharok, ami a lenti szakaszon is jellemző, főként a páratlan oldalon. Ezek az ezüst juharokról azt kell tudni, hogy az egész városban megfigyelhető, hogy nagyon gyorsan nőnek, nagyon nagy, gyorsan nagy fává nőnek, viszont emiatt nagyon hamar el is öregednek, és mivel nagyon sok ilyen egyed van itt a Virág utcában, ezért gyakorlatilag ezeknek az előregedett, kidőlés veszélyessé vált egyedeknek a kivágása fog megtörténni. A többi, a Fő utca és a Bajcsi-Zsilinszki és a Németh István fasor közötti szakaszon, ami szintén egy teljes lezárást fog igényelni, kivágjuk szintén az ezüst juharokat, és ezek helyett majd díszkörtéket fogunk ültetni. A korai juharokat és a hegyi juharokat pedig, amik ilyen 40-50 éves korú, már nagyméretű fák, pedig ápoló meccésben részesítik az ápolók.